Köszöntöm Önöket, ez itt a Sziasztok a Nyíregyházi Televízióban, maradjanak velünk, hiszen érdekes témákkal készültünk, főleg a Vidorhoz kapcsolódva, hiszen a Nyíregyházi Futófesztivál is a Vidor Fesztiválnak tulajdonképpen az egyik része. Ellátogatunk majd a Zósuliba, aztán vendégünk lesz Kirják Róbert, aki elárulja, hogy milyen darabokat láthatunk majd a Vidor Fesztivál alatt, és hát természetesen beszámolunk a Strand Foci Fesztiválról is, amely most kezdődik és zajlik folyamatosan a hétvégén. Mindenek előtt azonban Gyurcsány Gábor a vendégünk, aki a Nyíregyházi Futófesztivál egyik szervezője immár évek óta. Jól mondtam, ugye? Tehát a Vidorhoz kapcsolódtok most is ebben az esztendőben. Igen, is. Szia, köszöntöm a nézőket is. Így van, már sokadik éve a Vidor programsorozat első hétvégéjének első vasárnapján van a Nyíregyházi Futófesztivál, amit ebben az évben már negyedik alkalommal sikerül megrendeznünk. Tulajdonképpen már szombaton elkezdődik mindez, egy motivációs este, így lesz ez most is? Így van, mivel a kezdete kezdetén, illetve amikor újra lett nyíregyházi futóverseny, akkor mi már abban gondolkodtunk, hogy egy nagyszabású verseny honosodjon meg itt a városban, és már akkor elkezdtük az egész történetet azzal, hogy szombaton egy motivációs estet tartunk a futóknak, ahol a futóéletnek a hazai és helybeni kiválóságai tartanak motivációs előadást futásról, sportról, mentális hozzáállásról, mentális tréningekről, és ez most is így lesz, ebben az évben is így lesz. Idén is elfogadta jó pár nagy név a meghívásunkat. Túróci Bertalan, ő egy budapesti atléta, aki egyébként rákbetegségből gyógyult fel, és nagyon komoly szinten űzi a futást, illetve dr. Juhász Edítő, debreceni mozaikmedes futónagykövet egyébként, akinek egy könyvbemutatója is lesz a motivációs estem, és Gajdos Tamás, akiről biztos te is hallottál már, ő szenior világbajnok triatlonban, néhány héttel ezelőtt ismét megnyerte a világbajnokságot, úgyhogy ők már biztosan itt lesznek a motivációs estem. Nagyon furcsa egyébként, mert nem csak futóknak, meg sportolóknak hasznos. A napokban kérdezte tőlem ez egyik ismerős, hogy mit mondtál, milyen magnéziumot kell szedni? És mondtam, hogy magnézium bizglicinátot, mert hogy ezt az egyik motivációs este hallottam, hogy egy szerves magnézium fogyasztása ajánlott, és kiderült, hogy én is évekig például rossz magnéziumot fogyasztottam, aminek a töredéke hasznosul. Tehát ez átlag embereknek is jó lehet, nem csak sportolóknak, futóknak? Igen, itt gyakorlatilag az egész este folyamán arra törekszünk, hogy olyan témákat érintsünk, ami ugye nyilván itt a futóversenyen nem profi sportolók állnak rajthoz, hanem a hétköznapi emberek, akik egy nyíregyházi versenyen tudják megméretni magukat, és nekik adunk olyan pluszt, olyan löketet, olyan motivációt, ami, hogyha valaki kicsit is bizonytalan, hogy milyen cipőben fusson, mikor fusson, nem tudom, hogyha túlsúllyal küzdik, induljon el vele, vagy éppen milyen magnéziumot vegyen, akkor ezekből a kis előadásokból biztos mindenki talál magának egy kis útravalót. Meg hát azért motiválja tényleg az embert, hogy érdemes elkezdeni. Nagyon sok olyan futóval lehet találkozni, aki a nulláról kezdte, 400 méter lekocogása is komoly fegyvertény volt már, most meg ott tartanak, hogy félmaraton, meg maraton, sőt ultramaraton futókat is láthatunk és hallhatunk. Hogy alakul majd a vasárnapi nap? A vasárnap gyakorlatilag nagyjából már beállt az évek alatt. 8:30-kor indulnak a rajtok, 8 órától van egy bemelegítés, illetve egy polgármesteri köszöntő, a résztvevőket köszöntjük, közös bemelegítés, utána elrajtolnak a futamok, 21 kilométer, a félmaraton ugye egyéniben, váltóban vagy trióban, a 10 kilométer és 5 kilométer, utána lesz egy, már elszabad mondom, egy brand new koncert a Vidor nagy színpadon a gyerekeknek és a családoknak, amíg apa vagy anya fut, és utána pedig lesz egy gyermekfutam és egy jótékonysági futás a végén, és szétszórva pedig, ahogy a távok befutói megérkeznek, megejtjük az eredményhirdetéseket is. Uh-huh. Tehát, hogy ne kelljen sokat várni például azoknak, akik... Bízunk a jó időben, és hogy ne délben kelljen másfél órát állni a több mint 120 díjnak az átadás, akkor ezért ezt idén is már szétszedjük több részletbe. Továbbra is zöld futóverseny, tartjátok ezt a trendet? Hiszen azért nagyon kevés műanyagot használtok. Igen, abszolút ez a vonal, ez fennmaradt. Gyakorlatilag a frissítőpontokon minden műanyagot száműztünk, csak papír pohárból tudnak frissíteni, vagy a saját poharakból fognak tudni frissíteni a futók. Nem flakonos vizeket vásárolgatunk, hanem balonos vizeket fogunk kapni, ami szintén egy ilyen jó pont tud lenni, illetve a futópólót sem adjuk oda mindenkinek, mert minden versenyen annyi futópólót kap az ember, hanem csak az, aki kifejezetten szeretné, ne terheljük extrán a környezetet. Nevezni lehet már?
Igen, nevezni már tavaly évvégétől lehet, tehát mi minden évben időben elindítjuk a nevezést, már lehet nevezni online jó néhány hónappal ezelőttől a nyíregyházifutófesztivál.hu weboldalon, illetve aki esetleg még ott a verseny hétvégén gondolja meg magát, várjuk sok szeretettel, a helyszínen is tud majd nevezni. Klasszikus kérdés, de hát ilyenkor mindig felvetődik. Valaki meglátja ennek a futóversenynek a felhívását, és úgy dönt, hogy szeretne nekivágni. Gondolom, ha edzettségtől függ, de azért a félmaraton az már elég közelinek tűnik, ez az augusztus végi időpont, hogy arra felkészüljön. De mondjuk egy rövidebb távra fel lehet készülni? Így van. Én azt gondolom, hogy igen, tehát egy rövidebb távra mindenképpen fel lehet készülni. Ehhez adunk egy kis segítséget, ugyanis a versenynek a honlapján 5-10 és 21 kilométerre felkészítő edzéstervek is vannak, amiben azt gondolom, hogy talán még az 5 kilométer belefér, aki a nulláról szeretne elindulni. A hosszabb távok már nem feltétlenül biztos, de egyébként jótékonysági távon is lehet egy körülbelül 1 kilométeres távot futni, ha valaki abszolút kezdő, és akkor meglátja ennek a történetnek a szépségét, és jövőre már rendesen fel tud készülni egy hosszabb távra is. De hát nagyon fontos, ugye itt mindenki saját magával versenyez tulajdonképpen, tehát jó, persze van díjkiosztó, meg vannak érmek, de talán a legfontosabb az, hogy saját magát győzze le az ember. Így van, én azt gondolom, legalábbis a tapasztalatunk is ezt mutatja, hogy is valószínűleg idén is nagyon meleg lesz, és már ez egy extra kihívás, hogy ebben a melegben elindulni a városon belül, néhol ugye aszfalton futni, azért az nem kis feladat, de nyilván mindenki saját magával versenyez, illetve idén sikerült egy nagyon szép befutóérmet terveznünk, minden évben megkérjük a futóközösségünknek a tagjait, illetve a Facebook követőinknek a tagjait, hogy szavazzák meg azt az érmet, amit a legszívesebben látni szeretnének többféle verzióból, és most egy nagyon különleges befutóérmet sikerült csinálnunk. Gyakorlatilag úgy néz ki, mint hogy egy mini dobogó lenne, úgyhogy valahol mindenki győztes lesz a végén, aki a nyakába kapja az érmet, de mindenképpen nagy teljesítmény bármelyik távnak a teljesítése szerintem. Van, aki egyébként büszkén ki is posztolja ezeket az érmeket, hogy mindegyik megvan, és hogy mindegyiken érmet szerzett. A mozaik mednél tudtok segíteni, hogyha mondjuk valaki nem egyedül akar készülni, hanem azt mondja, hogy én szeretnék részt venni a közösségi futásokon, és esetleg az nekem segítséget jelent. Igen, minden hétfőn. Most per pillanat a jó idő miatt, meg ugye a nyári időszámítás miatt a Sóstói erdőben 6 órától várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne egy kicsit közösségben mozogni, akár csak sétálni is, vagy akár komolyabban futni is, illetve szerdánként Debrecenben. De természetesen igen, tehát hogyha valaki nek egy kicsit nehezére esne egyedül felvenni a futócipőt és neki indulni, akkor csatlakozzon hozzánk, és így biztos, hogy megtalálja a bátorítást. Életkortól függően azért érdemes előtte konzultálni mondjuk az orvossal, hogyha valakinek szervi problémái vannak, hogy mennyire vághat bele. Tudom, az ember mohó és rögtön úgy akar, hogy a csúcsra érni, és rögtön nagy teljesítményt akar letenni az asztalra. Talán a fokozatosság itt kiemelten fontos. Így van, a fokozatosság miatt lehet, hogy még az elején nem kötelező, de mindenképpen célszerű, de a mozaikmed közösségi futásain pár szóban erről is tudunk már beszélni, hiszen orvosi futóközösség lévén minden egyes közösségi futáson orvosi felügyelet is van, ami azt jelenti, hogy szakképzett orvosok vannak, akivel néhány szót erről a témáról is tudnak váltani azok, akik még egyébként egyáltalán nem futottak. Külön kategóriák vannak mondjuk nálatok a teljesen kezdőknek is, azoknak, akik viszont már futottak, és nekik már inkább az előrelépés a fő cél? Így van, abszolút, tehát 5 csoportban tudnak futni a mozaik, mert közösségi futáson egészen a séta csoporttól elkezdve a rekreációs és így tempó függvényében növekően a csoportok, a leggyorsabbakhoz pedig a nyíregyházi futóközösségből is, illetve a versenysportból is elég sokan szoktak csatlakozni, azt a tempót már azért kifejezetten csak a versenyzőknek ajánljuk. Egyetlen egy dologgal vagyunk adósak, a pontos dátummal. Mikor lesz a futóverseny? 2024. augusztus 24 és 25-e, 24-én ugye a motivációs estés, maga a versenyszámok, meg a futóverseny az ugye vasárnap 25-én. És akkor érdemes online nevezni már most is. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, jó munkát kívánunk, meg jó felkészülést. Köszönjük majd, hiszen tudom, hogy azért ilyenkor ti is nekivágtok a távnak, hogyha az idő megengedi. Mi pedig akkor most látogassunk el az állatparkba, hiszen a Zoo Suli továbbra is töretlenül népszerű.